A világbajnokság eddigi talán legjobb mérkőzését Spanyolország és Portugália játszotta egymással. A 3-3-as döntetlennel zárult találkozón Cristiano Ronaldo mester hármas lőtt. Az Európa bajnok portugálok szerepléséről a Budapest honvédelme fel labdarúgójával, horvát csanáddal beszélgetünk, hiszen pár éve Portugáliában is játszott. Szia csanád, köszönöm szépen, hogy eljött ide szóval hozzánk azért. reggel. Hát gondom nem tévedek, hogy a portugáloknak szurkolsz. Nyilvánvaló portugáloknak, illetve még Angliának, miután nekem az angol focia szívem másik csúcske, úgyhogy így megvan azért az én favoritom is, hogy kinek szurkolok, de remél, hát döntőben remélhetőleg összefutnak, hogyha az ág is engedi. Uh, ugye ezért egészen elképesztő ezen a mérkőzésen, Krisztán a Ronaldo egy mester hármast ért egy. Gyorsan megnéztem így a régi statisztikát, és azt láttam, hogy 1966-ban ugye akkor nyert bronzérmet világbajnokságon Portugália, és Eusebio 9 gólt lőtt. Hát azért nagyon szépen halad már e felé, de persze az egy egészen más világ volt. Mire számít az most, mennyit fog? Az jönni? egyetlen játékos, aki ezt a rekordot szerintem megdöntheti, az pont Ronaldo ebben az esetben. Attól függ hogy a csapattal meddig jutnak el. Hogyha elődöntőig eljutnak, akkor szerintem meg lehet, hogy a Marokkó és Irán még hátra van még a csoportból. Ronaldo formájából kiindulva bőven benne van akár az, hogy még egy-két-két -két gólt beletehet a csoportkörbe, utána pedig ugye az egy egyenes kies, és a szakaszban pedig bármi megtörténhet. Ronaldo maga a portugál foci, vagy, vagy ő valami egészen más? Ugye te mit tapasztaltál, tapasztaltál akkor, amikor kint voltál? Ronaldo szerintem minden fölött áll ilyen tekintetben, mert gyakorlatilag nem csak a portugál fociba emelkedik olyan szinten, hanem az egész világ futballjában jelenleg talán messzi lehet az egyetlen pályára, de én karakterükben azért látok köztük különbséget, és ez szerintem a világbajnokságon fog leginkább megmutatkozni, hogy az eddig is, a, az eddig akár az Európa bajnokságot, vagy a Copa Amerikákat összehasonlítva, vagy most a világbajnokságon is, ahol mind a ketten ott vannak szerintem, Hát számottevően lehet köztük számokban is különbség, illetve vezérszerep betöltésében is különbség ugye amikor megnyerték a bajnokok ligáját a Real Madriddal, akkor utána kapott egy hét pihenőt, és aztán utána csatlakozott a többiekhez a portugál válogatotthoz, és azt mondta, hogy ez egy nyerő csapat lehet, de akkor, amikor azért elbúcsúztak ugye, az otthoniaktól, és elindultak a vb re akkor pedig azt, mondta, hogy azért mindenkit lenyugtatott, hogy azért nem, 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 ők az esélyesek. Mire lehet ez a csapat így képes, hogyha már Ronaldo is azt mondta, hogy ez egy, ez egy nyerő csapat? lehet. Ugye, hogyha azt mondjuk, hogy ö, azt mondta már, hogy nem biztos, hogy ők a legesélyesebbek, szerintem az csak is szilógia szerint, szilógia miatt mondta, mert az egyetlen játékos, aki a legesélytelenebb helyzetből is jelen állás szerint egy portugálokkal eljuthat bármendig az Ronaldo, de én is azt gondolom, hogy ö, odaérhetnek a végére. Ugye nagyon fontos az, hogy a VB-n milyen a formaidőzítés, szerintem a portugálok nem kezdtek rosszul, a Kérdés az, hogy a válogatott ki tudja húzni a torna végéig, illetve ö, hogyan alakul a csoport tovább mérkőzés, mert ugye az semenés, hogy a csoport elsőként, hogy másodikként tudnak továbbjutni. jutni. Hát ebből a szempontból is nekik meg egy nagy versenyfutás, le, versenyfutás lesz a spanyolok, hogy kit kapnak majd ugye a továbbjutás esetén. Igen, a csapat többsége azért, hogy a nagy európai csapatokban játszik, nem a hazai bajnokságban elég lenne ez a hazai bajnokság? Vagy, vagy az, a, amit Portugáliában játszanak, az egy jó ugródeszka, és akkor ahhoz még sok-sok mindent kell tanulni? Szerintem a Portugál bajnokság az közvetlenül a spanyol és az angol bajnokság alatt helyezkedik el, tehát gyakorlatilag a top ligáknál egyel visszább. Szerintem a francia bajnokság szintjét megüt, nyilvánvalóan a francia bajnokságban van egy PSG vagy egy Monaco, aki azért annyi pénzből gazdálkodik, hogy fölé tud emelkedni és utolérje egy Real Madrid, egy Barcelona vagy akár egy Manchester szintjét, de Alapvetően szerintem azért a portugál bajnokság ahhoz, hogy egy VB nyerjen a csapat, nem lenne elég, viszont azt ugye meg, kell, meg lehet figyelni, hogy a, a keretnek a 100%-a jól tudom, játszott legalább 30-40 mérkőzést a portugál első osztályba. Tehát az azt jelenti, hogy ez valószínűleg egy olyan alapot tud adni nekik, ami teljes mértékben fölkészíti őket arra, hogy most itt egy ilyen világeseményen ők esélyesként játszhassanak. Ugye mi azért a magyar focit látjuk, és látjuk, hogy az akadémiák például hogyan működnek. Mi az, amiben ott te mást tapasztaltál, ami megalapozza ezt, hogy azért már itt lehetnek ezek a játékosok? Hát alapvetően az első szembe különbség, hogy még itthon az akadémiákon általában napi kettő vagy napi kondi esetén három edzés is van kint, általában egy edzés van, plusz a kondi teremben van egy kis munka. De hát az egy edzés intenzitásában és illetve terhelésében is másfél óra az időtartam, a terhelésében jobban, tehát sokkal többet ér, mint az, hogyha itthon kimennek kétszer másfél órát edzeni az akadémiákon illetve az, hogy a tudatos képzés, hogy ott teljes mértékben az év felkészülés első napjától az zárás utolsó napjáig teljes tudatosan és előre megtervezett munka alapján dolgoznak, és így tudják gyakorlatilag folyamatosan lépni a szint, és azt látják a játékosok, hogy elérik-e azt az ütemtervet, ő, amit ők beterveztek, mert hogyha sikerül elérni vagy túllépni, akkor tudnak még mindig improvizálni és tovább fejleszteni, illetve előre meg tovább léptetett terv alapján dolgozni, ha pedig nem érik el, akkor pedig képesek egyből változtatni. Tehát nem egy ö, folyamatosan minden héten úgy dolgoznak, hogy akkor van egy hétfői edzés, egy keddi edzés, vagy egy szerda edzés, ami azért megszokott, hogy minden hétfőn ugyanazt, egy, ugyanazt edzi egy csapat, és ugyanazt edzi egy kedden is, hanem ez egy tudatosan előre felkészített terv, ami Hát, mint a példa hogyha sikeres, mert rengetegen tudnak integrálódni az első osztályba, onnan pedig most rengetegen, ugye gyakorlatilag a keret minden tagja pályára lépett az első osztályba, legalább 20-25 meccsen, és most pedig ott vannak úgyhogy hogy hát esélyesként lehet ők velük számolni. Van érdekes, amit mondasz, mert ugye nagyon sokszor azt mondjuk, amikor a felnőttekről beszélünk, hogy ó, oh, hát csak egyet edzenek, mi más sporták, akkor milyen sokat edzenek, a fiatalok meg sokat edzenek, erre azt mondod, hogy kint másképp csinálják ezt. Nem, nem értem akkor a különbséget, tehát lehet, hogy akkor, amikor már felnőttek, akkor kéne esetleg többet hegyzeni, vagy a minőségi munkának kéne másnak lenni, mi az, amit te úgy érzel, hogy mindenképpen tanultál ez alatt az egy hát év alatt? Alapvetően én úgy gondolom, hogy fiatal korban meg, meg kell, hogy szerezzék akkor 16-18 éves korig a teljes alapot, ami egy potenciális utat, vagy egy potenciális továbblépési lehetőséget nyit előttük, és utána pedig 20 év fölött dőle, hogy abból a potenciális lehetőségből mennyit tudnak ö, elérni. Én azt gondolom, hogy napi egyedzésbe is bele lehet tenni egy olyan munkát, és ezt tapasztaltam és lehet tapasztalatból tudom mondani, ami sikeres út, mert gyakorlatilag a példa mutatja, hogy sikeres, mert a portugál futball az folyamatosan fejlődik, a válogatottjuk folyamatosan lépdel előre, és felnőtt korban pedig már miután megvan egy megfelelő alap, után gyakorlatilag már a adott edzőnek a filozófiájához kell őket ö, alkalmazkodtatni, vagy egy adott edző gyakorlatilag csak szinten tartja. De hát, mint a példa mutatja, azért Ronáldó is folyamatosan tud előrelépni. Tehát ő is annyi személyiségváltozáson mentett szerintem az elmúlt 8 évben, hogy ez emiatt képes ő -e még mindig a toppol lenni, még emiatt tud mindig a csúcsol lenni. Még volt egy időszak, amikor rengeteg inkább a cseleiről volt híres, hogy gyakorlatilag a széről végbitte a pályán utána volt egy személyiségváltozás, utána az, hogy egy szezonban borogott 40 gólt, vagy 35 gólt, most pedig gyakorlatilag nem is biztos, hogy a gólok számában, de egy olyan vezérszerepet tölt be egy csapatban, akár most a Portugáloknál, akár most a Real Madridot figyelembe véve, ami őt, tehát ha valakinek 15 évvel ezelőtt Ronaldot megmutatjuk, mikor a Manchesterbe egy 80 kilós kis rácként ott húzogatott, és megmutatnánk most, amikor egy teljes izom és egy olyan karakter, aki, akinél nagyobb győzni akaró és vezér nincs, akkor nem biztos, hogy azt mondtuk volna, hogy igen, belőle ő lesz, de valószínűleg azért, mert végig profin készült, és képes volt arra, hogy alkalmazkodjon, illetve képes volt, hogy az egész futbolt úgy megváltoztatja, hogy a futball alkalmazkodik már hozzá. Tehát ez az a kulcs, szerintem az ő. Mennyi lett az ő ö, játékos pályafutásában még? Ugye nagyon sokszor azt mondjuk, hogy elérnek egy kort, és akkor már nehezebb, nem úgy futnak, már már, már fáj minden, de ő valami egészen elképesztő sokszor, hogy a gépnek is mondják. Mennyi lett benne? Hát itt példaként talán Ibrahimovicot lehetne felhozni, aki nála ugye négy évvel vagy öt évvel talán idősebb is, és ő képes volt a csúcson teljesíteni. És nála szerintem Ronaldo még egy szinten magasabbat, tehát egy szinten nagyobb ö, játék, tudás képvisel, vagy egy szinten feljebb helyezkedik el, és szerintem gyakorlatilag Ronaldóba annyi év van még benne, amennyit ő akar. Nyilván 50 éves korában nem fog már ö, gólokat szerezni, meg játszani, de Ronaldo szerintem gyakorlatilag annyi van benne, amennyit ő még akar játszani. Mi az, amit egyébként mi tanulhatnánk tőlük, vagy mi tőle, vagy amit esetleg te is, ugye a magad érzel érzel, mert azt hiszem, hogy ennyi munkát nem biztos, hogy mindenki meg tudna csinálni. Ennyi munkát szerintem nagyon kevesek tudnának megcsinálni, de a ahogy ő készült, tehát a, a mentális szintje az, az, a az a karakter, ami benne van, az a győzni akarás. Ugye pont a napokban a Evrával készült egy interjú a, a pingpongos eset, hogy még a Manchesterben fiatalként ugye Ferdinándal pingpongoztak, és hogy megverte őt Ferdinánd, és akkor mindenki ott ö, teljes extázis volt, hogy Ronaldo kikapott, és nem telt el 10 perc, felhívta az vett vett egy pingpongasztalt, két hétig csak gyakorolt, majd ö, két hét maga kihívta ki Ferdinándot újra, és az egész csapat előtt elvert. Tehát szerintem ez teljes mértékben leírja a Ronaldónak a, a, személyiségét, és az, hogy mennyire, mennyire elhivatott az iránt, ha tehát valamit csinál, akkor az maximálisan, és ez a siker kulcsa szerintem. Ma Marokkóval játszanak, Marokkónak van egy picit csalódása, mert ha másról nem is beszélünk arról, hogy a 2026-os WV rendezési jogát nem nyerték meg, ugye az imént beszélgettünk róla. Mi történhet ezen a mérkőzésen? Szerintem a papírforma szerint? Simály. Legalább akkor a csalódás volt nekik az, hogy Irán ellen nem tudtak nyerni, mert én úgy gondoltam, hogy ezért Marokkó egy nagyobb szintet képvisel, és a felkészülési mérkőzések alapján is esélyesnek voltak kikiáltva. Alapvetően Marokkó szerintem egy ö, érdekes színfoltja lehet a világbajnokságnak, vagy lehetett volna, hogyha Irán ellen nem szúrja el annyira a kezdés, de így, hogy gyakorlatilag teljesen reményvesztetté válhatott az ő helyzetük, mert a portugálokkal és a spanyolokkal játszanak, én azt gondolom, hogy a portugálok egy-két egy góllal ezt a mérkőzést megnyerik. Mi lehet ellenük, ami, ami esetleg kulcs ezen a mérkőzésen. vagy Marokko ilyenkor egy ilyen meccsen a... inkább pihennek a nagyok, mert ezért említettük, ezért ez egy nagyon hosszú meccs, és akkor végig kell bírni. Vagy egy hosszú folyamat ez a világbajnokság. Szerintem nem fognak pihenni alapvetően, nem is olyan bő, hogy egy világbajnokságon egy viszonylag szűkebb keret rendelkezésre, illetőleg ugye az, hogy a nem mindegy, hogy a továbbítás esetén kivel játszanak. Tehát a csoport elsőség legalább olyan fontos számukra és mint a spanyolok számára. Tehát gyakorlatilag szerintem teljes kerettel neki mennek, és én azt gondolom, hogy valószínűleg Marokkó kintből az előző mérkőzésből hasonló taktikával fog játszani, mint Irán, tehát inkább visszaúzódik és vár. Hát, ha ők tudnak majd esetleg egy kontrából gólt szerezni, de én azt gondolom, hogy Ronaldo faktor ma is meghozza a gyümölcsét, és Portugália azért legyőzi őket. Csanád, nagyon szépen köszönöm, és hát azért drukkoljál majd a kedvenc, egyik kedvenc köszönöm. csapatodnak. Én köszönöm. Köszönjük, hogy itt voltál.